A világ legnagyobb közösségi hálója a Facebook, amelynek ma már több mint 2 milliárd regisztrált egyéni felhasználója van. A közösségi oldallal kapcsolatos hírekre ma már mindenki odafigyel, hiszen a portál alapjában megváltoztatta internetezési szokásainkat, akár egyéni felhasználók vagyunk, akár márka oldalakat működtetünk. Az év elején közölte az oldal, hogy megváltoztatja a hírfolyamát. Hogy ez mit jelent, milyen kihatásai lesznek, Szász István Szilárdtól kérdezem, aki a közösségi médiát tudományos kutatóként figyeli, elemzi. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Nos, mit jelent ez, hogy megváltozik a hírfolyam? Mit jelenthet az, hogy egy más típusú vagy másként hangolt algoritmust fog majd ebben az ügyletekben működni? Amikor a Facebook létrejött, akkor elsősorban baráti alapon szervezte a közösségeket, és tulajdonképpen a kezdetekhez térne vissza a közösségi oldal. Időközben azonban eltelt 14 év, 14 éves most a Facebook, és azért megváltoztak a dolgok, időben változott az algoritmus is, és azt kell látni, hogy most ehhez próbálnak visszatérni, hogy az ember barátai által megosztott tartalmakat, az általuk generált tartalmakat részesíti előnyben a Facebook, szemben mondjuk egy média termék vagy egy cég oldalával szemben. Ugye az volt a hivatalos kurzus, vagy legalábbis a marketing részről az volt az argumentum, hogy megpróbálják a Facebookosokat megóvni az álhírektől, kamuhírektől, fake news-tól, és azoktól a hirdetésektől, amelyek ugye az adathorgászás mentén próbálnak piacot, helyet keresni. Ez mennyire igaz? Valóban ezt így kommunikálták le, és ez már régóta probléma, már 16 végén nagyon komolyan kezdett a társadalom beszélni ennek kapcsán, hogy az álhíreknek milyen szerepe van a társadalmi életben. Konkrétan az amerikai elnökválasztás kapcsán merültek fel hangsúlyosan ezek a kérdések. És ezekre a Facebook próbált megoldást találni azáltal, hogy moderátorokat vett fel, akik próbálták ellenőrizni a hírek tartalmát, algoritmusát fejlesztette, viszont ez nem működött, és akkor azt mondja, hogy most ezt próbálja elérni. Korábban már volt egy kísérletük erre az egészre, 4-5 országban bevezettek egy másodlagos hírfolyamot, egy felfedező hírfolyamot, aminek a lényege az, hogy az összes ilyen page, vagy oldal átkerült oda, és csak a fizetett reklámok kerültek be a hírfolyamba. Tehát gyakorlatilag külön lehetett választani, és dönteni lehetett, hogy akkor most ezt nézem meg, vagy pedig az én hírfolyamom. Igen, és egy szlovák felmérés szerint Szlovákiában ezt bevezették, és ott nagyon drasztikusan visszaesett a médiának a Facebookos elérése, viszont ugyanakkor nem nagyon látszott az, hogy az álhírek nézettsége az csökkent volna, vagy hogy olyan drasztikusan visszaesett volna azoknak a nézettsége. Mondjunk talán egy-két példát, hogy mi az, ami álhírnek minősül egyrészt, másrészt pedig, hogy kik azok, akik ezt gyártják és szolgáltatják. Nagyon széles skálán mozog ez, hogy álhír. Nem ma találták ki a félrevezetést, a megvezetést, a manipulálást, viszont annak a mértéke, amilyen mértékben az embereket most lehet úgymond alulról, közösségi szintről befolyásolni, az nagyon magas. Volt ennek már előzménye a rémhír, a pletyka, a rágalmazás, ezek már mind léteztek félrevezető tájékoztatás, viszont az, ahogyan ma megjelenik a közösségi médiában, hogy elég, hogyha egy mezei felhasználó megoszt egy álhírt, amit ő generált, azt a közösség felkapja, mert úgy van megírva, mivel nem kell ragaszkodjon a valósághoz, sokkal hangzatosabb, sokkal érdekesebb történetek lehetnek ebben, és így nagyon hamar szányra kell. És mindezt a Facebook tette lehetővé. Ugyanakkor ugye ott van a profi tartalomgyártó, legyen ez mindegy, hogy milyen médiumról beszélünk, gyakorlatilag ma már ki van szolgáltatva Facebooknak, és igazából ez a kérdés, hogy mennyire van kiszolgáltatva a média a Facebooknak. Szerintem teljes mértékben ki van szolgáltatva. Én úgy mondanám, hogy a Facebook megette a médiát, és most készül kiköpni talán az új algoritmusával. A társadalom nagyon nagy része már a Facebookon keresztül tájékozódik a világ történéseiről, egy Pew Research nevű kutatás szerint ilyen 60-70% közötti azoknak a Facebookozóknak az aránya, akik csak Facebookon keresztül értesülnek hírekről.
és ilyenképpen belátható, hogy a média teljesen ki van szolgáltatva ilyen szempontból a tehát gyakorlatilag a Facebookon keresztül kapják meg azt, amit a különböző hírszolgáltatók vagy médiumok legyártanak, ugye? Igen, és most nem jut hozzá, tehát nem jut, nincs egy gazdasági visszacsatolás egyrészt, másrészt pedig elzárják, gondolom, a hirdetési piactól is. Igen, mindenképp elzárják a hirdetési piactól, mert mi történik? A felhasználók görgetik a Facebookot, látnak egy érdekes hírt, rákattintanak, már nem fontos, hogy mi a hírnek a forrása, hogy napi laptól, heti laptól vagy egy álportáltól származik, hanem egyszerűen csak a tartalom érdekes számára, viszont ezzel magához láncolja a Facebook a felhasználókat, és ilyen módon, mivel nagyon jól tudja targetálni a hirdetéseit, tehát célzottan, megfelelően eljuttatni az érdekelt személyekhez, ezért a tartalmat átvette a média cégektől, viszont magát a pénzt a többi cégtől gyűjti be, a hirdetőktől. És mi a helyzet a másik oldalal, ugye? Tehát, hogy azt kérdeznénk, hogy mit tud a Facebook rólunk? Mert hogyha ez úgy áll, ahogy ön mondja gyakorlatilag, akkor nincs egyébről szó, mint hogy megpróbál még inkább jól informált lenni az algoritmus, hogy még jobb, tehát hogy még jobban tudja a különböző információkat pozícionálni a megfelelő célközönségnek. A legagresszívebb diktatúrák sem tudtak annyit a társadalom tagjairól, mint amennyit a Facebook tud rólunk. De ez mit jelent, mondjuk valami konkrétumot erről? Tehát nagyon konkrétan ilyen több ezer kategória szerint sorolja be az embereket, anyagi helyzettől kezdve, nagyon széles ez a skála, és a szociológiai mértékeknél sokkal részletesebb. Tehát van ez. Egy pattern, ami háttér előtt ugye megfogalmazódik egy kép a Facebook felhasználóról. Így van, és ezeket használja például a hirdetéseknél is, amikor célzottan hirdet. Hallottam egy olyasmit, hogy néhány fotó elég ahhoz, hogy egy bizonyos algoritmus nagyon precízen be tudjon lőni, akár nagyon intim információkat is rólunk. Ez mennyire igaz, erről hallott? Igen, van egy kutató és egy csapat, Mihály Koszinszki, aki írt egy tanulmányt, és a Facebookon úgy vezette fel, hogy cáfolják meg, hogyha tudják, reméli, hogy nincsen igaza. Azt mondja a tanulmányában, hogy néhány fénykép elég volt ahhoz, hogy egy algoritmus valakinek a szexuális irányultságát meg tudja jósolni. Tehát sokkal pontosabb volt az algoritmus néhány kép alapján, mint egyébként az emberek ránézésre, ahogyan ezt el tudták dönteni. Most ebben a helyzetben milyen relevanciája van még annak, hogy mennyire tudatosan használjuk ezt a felületet? Tehát, hogyha bármennyire tudatosan is viszonyulunk hozzá, derül ki számomra abból, amit mond, gyakorlatilag nem tudjuk önmagunkat elrejteni az algoritmusok elől. Semmiképpen nem tudjuk elrejteni magunkat, hogyha csak le nem szállunk teljesen a Facebookról. Viszont szintén az ő kutatásai, Koszinszki kutatásai igazolják, hogy a valóság, tehát az offline valóság és az online valóság az elég közel áll egymáshoz. Személyiségtípusokat vizsgáltak, és azt kapták, hogy 300 like már elég volt ahhoz, hogy az algoritmus megmondja, hogy valaki milyen személyiség. Úgyhogy nem, tehát ha az a kérdés, hogy mennyire az ideális én jelenik meg, mondjuk akit szeretnénk látni magunkról a Facebookon, és mennyire a valódi, inkább a valódihoz áll közelebb ez az én. Mennyire tud nőni még, vagy hova nőhet még a Facebook? Hát jelenleg 2 milliárd 130 millió aktív havi felhasználója van. Az internet elérés az körülbelül olyan 4 milliárd embert érint, és hát tulajdonképpen akkor felét eléri a Facebook. Tehát még van egy 50%, akit elérhet, plusz még egy olyan 3,5 milliárdnyi ember, akinek nincs internete. Nem tudom, hogy foglalkozott-e vele, vagy hogy fölmerült-e ez a történet, bizonyára, hogy igen. Milyen módon lehetne ezt szabályozni? Ugye egyrészt a médiaszektor az mindenképpen hallatja hangját, ezzel kapcsolatban olvasni lehetett meg hallani arról, hogy nagy az elégedetlenség, meg nem igazán látják a kiútat ebből a szorult szituációból, tehát egy nagyon fölényes, hatalmi pozícióval szemben kell argumentálni, de ilyen szempontok szerint, tehát ez már politikai biztonsági kérdésé is válik óhatatlanul.
Ezzel kapcsolatosan mit lehet tudni? Tehát a törvénykezés szerintem még nincsen felkészülve erre, és mire oda jutunk, hogy megfelelő, mondjuk a mai helyzetnek megfelelő törvényeket hozon, addigra már olyan más állapotában lesz a Facebook, hogy már megint csak régi lesz a törvénykezés. Tehát nem tudjuk szerintem a napi rendet tartani. Nagyon fontos lenne, hogy leüljenek egyrészt a cégvezetők, a tech cégek vezetői, nem csak a Facebook vezetője, hanem Google, meg egyéb nagyobb cégek vezetői és az államok vezetői, hogy megtaláljanak valamilyen megoldást erre. Uh-huh. Milyen egyéb módosításokról tud? Arról is hallani lehetett, hogy például a videótartalmaknak a megosztása, vagy az azt működtető applikációk módosulni fognak. Tehát a komment lesz az új like, ahogy bejelentették. Elsősorban a szöveges tartalomra összpontosítanak. Azért, mert azt gondolják, hogy ezáltal ezek a témák azok, amik igazán foglalkoztatják a közösséget. Lájkolni már reflexzerűen lájkolunk tartalmakat, viszont a kommentálása vagy a hozzászólásokkal akkor egy reflektáltabb nyilvánosság alakulna ki, talán mondják ők. Uh-huh. Van-e olyan platform vagy más felület szolgáltató, amely konkurense tudna lenni a Facebooknak jelenleg? Nagyon sok jelentkező van. Kérdés, hogy melyik országot nézzük. A fiatalok körében például a Snapchat már rég tudott, hogy nagyon erős konkurencia. Tehát mondjuk a szülő generációja még lehet, hogy Facebookozik, de a gyerek már Snapchaten vagy Instagramon van fent. Úgyhogy széles ez a paletta. Már nem a Facebook volt az első, amelyik közösség oldalként kezdett működni. A magyarok közül ott volt az Eviva, a MySpace, a High Five, ezek már nemzetköziek. Úgyhogy nem a Facebook találta ki a közösségi oldalt, csak aha, ő volt a legsikeresebb közülük. Mi a helyzet az Instagrammal például? Az Instagram egy gyorsan növekvő konkurencia volt, ezért megvásárolták. Úgyhogy az Instagram is a Facebookhoz tartozik. Vannak-e mondjuk kulturális különbözőségek? Már úgy értem, hogy ha egy ilyen világszintű palettát nézzük meg, hogy hol van például egy más típusú rendszer, amit az ottani fiatalok mondjuk használnak. Mindenképpen árnyalódik ez országonként. Például Kínában nem is igazán lehet Facebookról beszélni, mert abban az országban nincsen, ott az alternatív formái léteznek. Oroszországban szintén volt egy társ, vagy Facebook társ, ami nem Facebook, hanem egy másik néven futott, vagy fut mind a mai napig. De a Facebookozók között is valószínű, hogy az észak-afrikai országokban egészen másképpen használják mondjuk közösségszervezésre, amikor voltak a forradalmak, akkor ott szerveződött az egész közösség. Más hangsúlya volt egy itteni fiatal már a mindennapi élete részének tekinti a Facebookot, ott nem biztos, hogy ennyire benne van. Hát így záró akkordként mondjuk mindazok hátter előtt, amit itt elmondtunk a Facebookról és az ehhez kapcsolódó dolgokról, mi az, amit javasolni tud a mezei felhasználónak, ahogyan így neveztük? Én mindenképpen azt javasolnám, hogy ha hírekről beszéltünk, akkor elsősorban ne a Facebook legyen a hírfolyam, ahonnan a hírforrásokat beszerzik. Nyugodtan lehet használni, viszont érdemes szakmai média oldalakat bekövetni, és akár konkrétan az ő weboldalukra rámenni, hogyha nem szeretnénk, hogy egy algoritmus döntse el, hogy milyen tartalommal találkozunk, mert most ez történik. És figyelni, hogy önmagunkról mit posztolunk. Igen, ezt is van, aki erre próbál figyelni, és van, aki meg könnyedén megoszt, főleg fiatalokra jellemző bármilyen tartalmat. Folytatni fogjuk még ezt a beszélgetést, és köszönöm szépen, hogy befejlett. Köszönöm szépen. We'll be right back.